Ebben a részben meg fogjuk nézni azt, hogy mi az, amit a világ túlnyomó többsége hisz arról, hogy hogyan is alakult ki az élet a Földön, illetve hogyan is alakult ki maga a Föld elsősorban. Ugye a legtöbben azt képzelik, legalábbis azt az elméletet fogadják el leginkább, hogy minden semmiből keletkezett, és egyszer csak a semmi hatására a semmi felrobbant, és ebből lett aztán később ugye minden. Ezt hívják ugye tudománynak, ez az ősrobbanás elmélet. És bár tudom, hogy erről már volt szó korábban, de nézzük meg még egyszer pontosan, hogy mi is a tudomány és mi is a tudomány módszere. Igyekszem gyors lenni, és elnézést kérek azoktól, akik emlékeznek erre, ugye erről már volt szó korábban, de vannak, akik lassabbak, úgyhogy az ő kedvükért nézzük meg még egyszer, hogy mi is a tudományos módszer. Mielőtt ennek neki kezdenénk, még felolvasnék itt egy mondatot. Ugye a tudomány filozófia az, ami vizsgálja magát a tudományos módszertant és a tudományt. A legtöbb tudomány filozófus mindössze abban ért egyet, hogy a tudomány fogalmát, módszertanát és meghatározását tekintve jelentős a disszenzus, egyetnemértés, vita, egymással teljes összhangban nem állás. A tudomány filozófia jelenleg képtelen megnyugtatóan tisztázni ezeket a fogalmakat és módszereket. Magyarul ők sem igazán tudják, hogy mi az, amiről beszélnek. Ennek ellenére van egy nézet, melyet úgy hívhatnánk, hogy szientisták. Az emberek túlnyomó többsége e felé az oldal felé tendál, és mindjárt meg is látjuk, hogy miért. Ezek azok, akik tudomány elvűség hívők tulajdonképpen, akik szerint minden tudás alapja a tudomány, és lényegében csak ezek a tárgyak tekinthetők tudásnak. Azaz ők azok, akik szerint semmi nem létezik, csak az, amit a tudományos módszerrel be lehet bizonyítani. Ez egy ugyanolyan vallás, mint a kereszténység, a buddhizmus, a hinduizmus, a pogányság, a New Age, meg az összes többi. Emberek, akik azt sem tudják meghatározni, hogy milyen módszertant kövessenek, illetve annak fogalomrendszerét, ők azok, akik azt állítják, hogy csak ez létezik, illetve csak az létezik, amit ők be tudnak bizonyítani. Ugorjunk a Tudományos Módszer Elmélete című bejegyzéshez, és itt ezt olvashatjuk. A megfigyelés és kísérletezés a tudományos kutatás alapja. Akkor ugye felmerül a kérdés, hogy a kis Einsteinek közül ki az, aki megfigyelte az ősrobbanást, illetve ki az, aki kísérletekkel ezt bebizonyította és megismételte azóta. Nyilván senki, hiszen nem lehet. Ezért hívják ősrobbanás elméletnek. Amíg a tudományos közösség azt el nem veti, olvashatjuk a hipotézis bejegyzés alatt, vagy el nem fogad egy bizonyos elméletet, addig hipotézisnek vagy feltevésnek szokták nevezni. Az elfogadott hipotézist már elméletnek szokás nevezni. Haladjunk tovább. Mind az elmélet, mind a hipotézis általában néhány törvényből és kiegészítő feltételből álló állítás halmaz. Oké. A nagyon pontosan, tehát gyakran a matematika nyelvén megfogalmazott hipotéziseket tudományos modelleknek nevezzük. Több egymással összekapcsolható tesztelt modell exakt tudományos elméletet, teóriát alkot. Magyarán, amit az emberek tényként kezelnek, hogy az egész minden semmiből keletkezett, az nem más, mint egy teória. Papíron kitalálták emberek, bebizonyítgatták a saját kis módszereikkel, és aztán az emberek egy idő után elfogadták ezt, és ma úgy gondolják, hogy minden a semmiből keletkezett. Nézzük, hogy mire van szükség ahhoz, hogy
a tudomány valamit, mint egy teóriát elfogadjon. Az elméletek elfogadása. Az elméletek elfogadása egyrészt az ellenőrzés kiértékelésén alapul, másrészt bizonyos más tényezőket is figyelembe szoktak venni, mint egyszerűség, tesztelhetőség, más elméletekkel való konzisztencia. Szóval egyrészt ki kell értékelni az ellenőrzést. Nézzük meg, hogy mi a csoda az ellenőrzés. Az ellenőrzés. A megfigyelések, kísérletek egybevetését a jósolt predikcióval ellenőrzésnek nevezzük. Az ellenőrzés és annak kiértékelése kulcsfontosságú az elméletek elfogadásának kérdésében. Elolvasom még egyszer a lassabb a kedvéért. A megfigyelések, kísérletek egybevetését a jósolt predikcióval ellenőrzésnek nevezzük. Szóval a kérdés felmerül, hogy hogyan fogadhatta el bárki is ezt az elméletet és taníthatja az iskolában, hogyha arról van szó, hogy megfigyelések, kísérleteket kell egybevetni egy jósolt predikcióval. Hogyan lehet egyáltalán megfigyelni azt, ami 13 billiárd évvel ezelőtt történt, és hogyan lehet ilyen kísérleteket végezni? Akkor mi alapján fogadták el? Valószínűleg úgy, hogy papíron be lehetett bizonyítani, a matematika nyelvén ki lehetett dolgozni az egészet, utána pedig nem kell más hozzá, csak egy adag hit, és már is megvan az élet kialakulásának kezdete. De ha már a hitnél tartunk, akkor azok számára, különösen azok számára, akik a gömbön élnek, hogy a Big Bang teória, vagy az ősrobbanás elmélet, mely oly közel áll mindannyiunk szívéhez, 1931-ben született meg, és ős atom név alatt futott. Az elmélet megalkotója pedig nem más, mint jó öreg Georges Lemaître, ha jól ejtem, aki egy belga pap volt, aki szintén hit, és a Római Katolikus Egyetem fizika és csillagászat tanára volt. Szóval, ahogy korábban elmondtam, az egész világot egy eszmerendszer irányítja. Az, aki nincs ezzel harmóniában, soha nem kerül oda. Ezért tűnik úgy, hogy az egyik elmélet igazolja a másikat, és az, hogy ennyire összefüggnek a dolgok, és ilyen harmóniában van az egész, és a tudomány bizonyítja ezt, és azt, és amazt. Onnantól kezdve csinálhatok bármit, mondhatok bármit, gondolhatok bármit, így is, úgy is egy holtvágányon fogok haladni. Pontosan ez a tudomány lényege. Kezdetektől fogva terelte az emberiséget egy alternatív útra. Annak a vége az lett persze, hogy az emberiség nagy része beszélő majomnak képzeli magát, de ez nem jelenti azt, hogy nekünk ezt el kell fogadnunk. Szóval egy belga pap volt az, aki kitalálta az ősrobbanást, aki a Római Katolikus Egyetemen hol máshol tanított fizikát, csillagászatot. Úgyhogy jó öreg George az, akinek köszönheti mindenki, aki ma beszélő majomnak képzeli magát, illetve elhiszi azt, hogy a semmi felrobbant, és abból lett minden. A számítások szerint ez az ősrobbanás 13,8 milliárd évvel ezelőtt volt, hogy pontosak legyünk. 0,2%-os pontossággal megbecsülve. Mielőtt tovább haladnánk és olvasnánk a meséről, nézzük meg, hogy 0,2% mit jelent 13,8 milliárd év esetében. Csak azért, hogy megtudjuk, hogy mi is a helyzet. Ez azt jelenti, az elmélet szerint, hogy mindössze 27 millió 600 ezer évet tévedhetnek ide vagy oda, végül is majdnem mindegy. A bizarr dolog ebben az egészben az, hogy ezek az emberek komolyan azt gondolják, hogy 14 milliárd év eltelt effektíve, és az utolsó, legalábbis szerintük az utolsó 100 ezer évben kezdődött el tulajdonképpen az egész show. És felnőtt emberek százmilliói úgy élik le az életüket, hogy azt gondolják,
hogy ők nem más, mint csillagpor, ahogy ők szeretnek fogalmazni. És hát ugye akkor még nem beszéltünk a műholdakról. Oké, ez az utolsó bekezdés innen, és nem kínzok senkit tovább ezzel az ostobasággal. Jelenleg fizikai modellünk szerint a világegyetem paramétereinek határértéke kb. 13,8 milliárd évvel ezelőtt. Egy gravitációs szingularitás, ugye ez ábrázolja ezt a szingularitást, akkor minden egybe van. Az idő és távolság mérése értelmetlen, a hőmérséklet és a nyomás pedig végtelen ebben a szingularitásban. Mivel jelenleg nincs modell az olyan rendszerekre, amelyben egyszerre kell figyelembe venni a gravitációt és a kvantum állapotot, a legkorábbi periódusnak a története jelenleg a fizika megoldatlan problémája. Azaz, amikor mindenki, aki ebben hisz, veri a mellét, és mondja, hogy ez bizonyított, és tudjuk, hogy mi a kövekből lettünk, illetve, hogy ez történt 14 milliárd évvel ezelőtt, és ezt tanítjuk az iskolában a gyermekeknek, hogy ők kövek, illetve a kövekből aztán később kialakultak a beszélő majmok, akkor azt érdemes figyelembe venni, hogy egyelőre ez a fizika megoldatlan problémája, és jelenleg nincs modell az ilyen rendszerekre. Aki vizuálisabb forma, annak megmutatnám ezt az ábrát, ugye itt milliárd évek vannak, itt keletkezik ugye az univerzum, itt robban fel a semmi, és aztán a nagy semmi történik egészen 4 milliárd évvel ezelőttig, amikor is a semmiből kialakul az élet. Gyakorlatilag ugye a semmiből lesz valami, aztán ez elkezd fotoszintetizálni, és utána a dinoszauruszok, utána pedig beszélő majmok, és itt vagyunk most. Nézzük meg, hogy space.com mit mond ugyan erről az elméletről. Ugye a kérdés az, hogy mi is a Big Bang teória, vagyis az ősrobbanás elmélet. Már az egész nagyszerűen kezdődik, ugye ez egy felvétel a háttérsugárzásról, mely a Big Bang után maradt, 2013-ban készítette ezt az ESA, a European Space Agency egyik űrjárműve. Lencse végre kapva a világegyetem legrégebbi fényét. Igen, tudom. Ennyi hazugság egy mondatban, csoda, hogy belefér. Felhívnám azért valamire mindenkinek a figyelmét, és megpróbálom lassan mondani, mert tudom, hogy a beszélő majomnak sok idő kell, hogy leülepedjen az információ. Szóval, azt mondja, hogy ezek az emberek a nem létező űrállomáson, a nem létező űrjárműről lefényképezték a nem létező ősrobbanásból kiáramló fényt. Elmondom még egyszer. A nem létező űrállomásról egy nem létező űrjármű segítségével lefényképezték a nem létező ősrobbanásból származó fényt. Úgy, hogy ezután azt írják, hogy az ősrobbanás elmélet a vezető magyarázat arra, hogy hogyan keletkezett az univerzum. Érthető? Ez a vezető magyarázat. Ez még nincs bebizonyítva, hogy ez egyáltalán így volt, hiszen soha nem is lesz, soha nem is fog visszamenni senki oda, hogy lássa, nem fogja tudni megismételni, megfigyelni, úgyhogy honnan is tudhatnánk. A lényeg az, hogy egy elmélet, ennek ellenére ők le tudták fényképezni. Úgy, hogy jelenleg az eszközök, melyek rendelkezésünkre állnak, azok nem teszik lehetővé azt, hogy visszatekintsünk az univerzum keletkezéséig. Szóval miután 2013-ban lefényképezték, azután rájöttek, hogy a jelenlegi eszközeink nem teszik lehetővé azt,
hogy visszatekintsünk az univerzum keletkezéséig. Ezért az információnk nagy része az ősrobbanás elméletről matematikai formulák és modellek eredménye. Gyakorlatilag senkinek nincs fogalma se arról, hogy miről beszél, semmiféle bizonyítéka nincs senkinek semmire, azon kívül, amit felrajzol egy 20 méter hosszú képleten, és azzal bebizonyít 10 másik 30 méter hosszú képletet. Ennek ellenére az asztronómiai közösség elfogadja ezt az elméletet. És én gáz vagyok azért, mert én azt hiszem, hogy a teremtő 6 nap alatt összehozta ezt az egészet. Úgy tűnik, hogy mindenkinek ugyanolyan erős a hite. Csak másban hiszünk. Egyébként az, hogy Big Bang Theory, vagyis az ősrobbanás elmélet 2007 óta jutott be a köztudatba. Miért? Azért, mert egy komédia a CBS csatornán elindult. Hiszen a programot be kellett ültetni az emberek fejébe. Sajnálom, hogy ez nem nyilvánvaló még mindenki számára, de a helyzet az, hogy mint mindig elkábították az emberiséget, és az egyik mesét elterjesztették egy másikkal. Ha valahol megtudhatjuk az igazságot, akkor az mindenképpen NASA kell, hogy legyen. Nézzük meg, hogy mi az, amit az univerzumról megtudhatunk. Itt ugye a The Big Bang, azaz ősrobbanás címszó alatt. Az asztronómusok matematikai modelleket kombinálnak megfigyelésekkel annak érdekében, hogy olyan teóriákat dolgozzanak ki, amiből aztán kiderül, hogy hogyan is keletkezett az univerzum. Magyarul ki lehet számolni, be lehet bizonyítani egyenletekkel, hókusz-pókusszal, de igazából fogalma sincs senkinek róla, hiszen bebizonyítani nem tudják. Megpróbálok egy példát mutatni erre, annak érdekében, hogy mindannyian beszélő majmok, akik hozzáragadtunk ehhez a gömbhöz, megérthessük, hogy mi is valójában ez az elmélet dolog. Én magam soha nem voltam terhes, és valószínűleg nem is leszek már, de gondolom sokan voltak, akik hallgatják, vagy van, akik lesznek, van, akik lehetnek. A lényeg az, hogy rengeteg könyvet találhatunk erről a témáról. Valószínűleg minél több könyvet olvasunk, annál jobban megérthetjük a folyamatot egészen a kezdetektől, ennek a csodálatos dolognak a végkifejletéig, ami maga a születés. Azonban, ha valaki az első babáját várja és elolvassa az összes könyvet a világon, és megnézi az összes videót erről az egészről, hogy hogyan is zajlik egy szülés, hogy vágják el a köldökzsinort, a fájások, stb. Szerintem akkor is, mikor eljön a pillanat, akkor rájön arra, hogy a valóság az azért egészen más, mint amit elképzelt, vagy amit a könyvekben olvasott, és mindaz az információ, ami benne van a fejében, egy teljesen új perspektívába helyezi az egész szülés és terhesség dolgot. Valahogy így van ez a matematikai modellekkel is, és a különböző formulákkal, attól függetlenül, hogy Albert Einstein általános relativitás elmélete is alátámasztja az ősrobbanást, meg mit tudom én még mi, ettől függetlenül még ugyanolyan, mint az összes többi könyv a terhességről. Mikor a nő ott fekszik az ágyon a végén, akkor jön rá igazán, hogy mi is ez az egész. Szóval ezek után mindaz, amit olvasunk, az valakinek a fantáziája, illetve valakiknek a fantáziája arról, hogy vajon milyen is lehetett az az időszak, amikor az univerzum keletkezett. Nézzünk meg néhány információt, hogy belepillanthassunk abba, hogy mi az, amit az emberiség nagy része ma elfogad. Itt arról beszélnek, ha megnézzük az univerzumot egy másodperccel az ősrobbanás után, nem is tudom, hogy ki az, aki ezt az egészet komolyan veszi, de tudom, hogy vannak rengetegen, de hogy egyáltalán ez hogy lehetséges, hogy felnőtt emberek azt gondolják, hogy mi képesek vagyunk 14 milliárd évvel ezelőtt
előtti eseményekről megmondani, hogy hogyan történt, mikor azt se tudjuk, hogy 200 évvel ezelőtt mi volt. De mindegy, nem is érdekes. Elég, hogyha rengetegen mondják, beleírják az iskolákba a füzetekbe, aztán onnantól kezdve a dolog el van intézve. Szóval ekkor 10 milliárd fokos neutron, proton, elektron, antielektron, foton és neutrin tenger volt ez az egész úgynevezett univerzum. Aztán később ez elkezdett lehűlni, a neuronokból azután ugye protonok, illetve elektronok lettek, vagy protonnal együtt hidrogénné alakult, tovább hűlt, és eljutunk egészen oda, hogy a szabad elektronok a fénnyel azt tették, hogy szétszórták úgy, mint ahogyan egy vízcsepp teszi azt. Szóval az egész egy nagy fényesség volt, azonban ezek után semleges atomok keletkeztek, és az univerzum hirtelen áttetszővé vált. Most ha 13,8 milliárd évről beszélünk, akkor vajon a hirtelen az 100 millió év lehet, vagy 50 millió, vagy 10 perc, vagy mindegy, vagy kicsi, vagy sok, de végül is teljesen mindegy, hiszen olvashattuk azt, hogy a tévedés lehetősége benne van, és ők maguk mindössze 27 millió 600 éves tévedéssel kalkulálnak, szóval ahhoz képest a hirtelen az lehet akár mennyi. Na, ezek azok a fotonok, amelyeket megfigyelhetünk ma úgy, mint a kozmikus háttérsugárzás, ami nem más, mint a Big Bang, vagyis az ősrobbanásnak az utó ragyogása, hogy tudományosak legyünk. Szóval nem is tudjuk, hogy ez történt, vannak más elméletek, csak papíron lehet bebizonyítani, ennek ellenére lefényképeztük, látjuk, és tudjuk, hogy így volt. Na most azoknak, akik tudják, hogy ez az egész egy hoax, hogy maga az egész űr egy hazugság, és mi egy zárt rendszerben élünk, aminek köze nincs ahhoz, amit nekünk mondanak, annak nyilván ez komikus, azonban az emberiség nagy része az úgy éli a mindennapjait, hogy ezeket tényként kezeli. Egy ugyanilyen városi legenda a sötét erő, sötét energia, ami szétfele nyomja a galaxisokat és az egész univerzumot, és tudományosan ugye azt írják, hogy ez a cucc sötét energiaként ismert, szóval ez az energia a fizika számára ismeretlen, hiszen vagy egy dinamikus folyadék, vagy pedig az űr vákumának az egyik tulajdonsága, de lehet akár az általános relativitásnak valamiféle módosulata. Szóval gyakorlatilag olyan dolgokról beszélünk, amik nem léteznek. Igazából semmi kézzelfogható nincs, csak rajzok, meg képek, meg hoax videók, elméletek, formulák, képletek, meg egyenletek, de azon kívül az égvilágon semmi, találgatások, és az emberek erre alapozzák a világnézeteiket. Hát akkor ki a vallási fanatikus? BBC szintén erről számol be. A tudósok úgy hiszik, hogy az univerzum 13 milliárd 600 millió évvel ezelőtt egy hatalmas forró ősrobbanás során keletkezett. A tudósok azt hiszik, hogy így keletkezett. Hagyj mutassak valamit azok számára, akik esetleg angolból hiányosságokkal küzdenek. Maga a szó believe azt jelenti, hogy hisz, vél, gondol, vagy elhisz. Szóval ezek a nagyszerű tudósok, és mindenki, aki azt magyarázza, hogy az ősrobbanással kezdődött a világ, az ebben hisz. Hiszen ez egy elmélet, egy modell, egy teória, azonban igazából bizonyítva fizikálisan nincsen. Még jobbat találtam. Ugye egy igéből lehet képezni egy főnevet.
Úgy, mint hogy hisz, hívő. Tehát az, aki hisz a Big Bangben, az egy hívővé válik, egy hívő emberré. Ennek az az egyszerű oka, hogy bizonyítékok hiányában kénytelen az ember elfogadni azt, amit mondanak neki, és ezt hívjuk hitnek. Én teljes mértékben tiszteletben tartom ezt a vallást, ezt a hitet, de én egy másik utat választottam, úgyhogy nem értem, hogy mi okozza azt a felsőbbrendűségi érzést, amit a szientisták vallanak. Ugye a szientisták azok, akikről olvastunk korábban, a tudomány elvűségben hívők. Azok a vallási fanatikusok, akik szerint minden tudás alapja a természettudomány, és lényegében csak ezek a tárgyak tekinthetők tudásnak. A szientizmusról egyébként egy egész Wikipédia bejegyzés szól, és ők is a logikai pozitivizmust említik, és ugyanazok a nevek kerülnek elő. Azaz azok a vallási szélsőségesek, vagy fundamentalisták, akik számára csak az létezik, amit a tudomány be tud bizonyítani, és gyakorlatilag próbálnak ezek a radikálisok mindent bebizonyítani tudományos módszerekkel, még akkor is, hogyha, mint látjuk, igazából az alapokat sem tudják. Scientizmus, vagy angolul scientism, az a gondolat, vagy kifejezési mód, ami egy tudósra jellemző. Ezen kívül egy túlzott hit a tudomány bizonyító erejében, tudásában és annak technikáiban. Egy túlzott hitről van szó, ismét csak. Ugyanúgy, ahogyan BBC elmagyarázta mindenkinek. És az érdekes az, hogy napjainkban sokkal inkább használják ezt a kifejezést, mint bármikor a történelem során. Nyilván ez kiderül a feltöltött dokumentumok tartalma, illetve életkorának összevetése során. Egyébként nagyszerűen ábrázolják a szientizmust, ugye ahogyan a beszélő majom térdel a lombik előtt, és azt imádja, mint ahogyan egy istent imádnak. Ez nyilván mindenki számára világos, de maga a szó hit egyébként szintén a believe, hisz kifejezésből származik, és hitet jelent, vagy hiedelmet. Szóval mindazok, akik csak azt fogadják el, amit a tudomány bebizonyít, vagy állít, azok ugyanúgy egy vallás képviselői, mint a keresztények, a hinduk, a mohamedánok, vagy a pogányok, illetve a New Age spiritualisták. És ha valaki nem hisz nekem, hogy a NASA az nem más, illetve az egész űr és az űrkutatás, meg mindez az egyéb ezzel járó dolgok nem más, mint egy gyerekeknek való mese, annak itt van ez az oldal, ami a kis beszélő űrmajmoknak elmagyarázza a programot lépésről lépésre, minden szerepel, aminek szerepelnie kell, ugye az egész szimbolika jelen van. Természetesen ebben most nincs idő belemenni, hogy mit jelent maga a Szaturnusz, a spirál, maga a nap, ezekre megvannak a videók. Természetesen az almának is megvan a jelentősége, de láthatjuk azt, hogy az egész kidolgozása ennek az oldalnak a gyermekeket célozza meg, illetve a gyermeki lelkületű beszélő űrmajmokat, akik már a felnőtt kategóriába vannak csoportosítva. Elmagyarázza a kis droidoknak, hogy jó öreg Georges Lemaître 1927-ben előállt az ötlettel, hogy az egész univerzum a semmiből keletkezett. És ugye minél kisebb az ember, annál könnyebb elhitetni vele. Még ők is megjegyzik, hogy micsoda ötlet, ugye mekkora ostobaság, hogy hogy lehet ilyet kitalálni. És rögtön egyből ott van mellette a repülő centrifuga, ami ugye napelemekkel repül a semmiben. Meg a galaxis, ami úgy néz ki, mint egy szem, és felnőtt emberek ezt komolyan veszik. Ugye a kezdet-kezdetén forróság volt, és nagyon apró elemek,
amik fénnyel és energiával keveredtek, aztán ezek atomokat alkottak, ugye varázsütésre, a semmiből csak egyszer csak előjött egy atom, boom. Aztán a következő, és az ember oda se néz 10 perc, és már csillagokról van szó, galaxisokról, és az egész működik úgy, ahogy ma, hogy felnézünk az égre, azt látjuk ma, amit 10 éve, 100 éve, 1 milliárd éve szerintük láttunk, és azt valaki elhiszi, hogy ez egy robbanásból keletkezett. Idővel aztán ugye a folyamat megállíthatatlanná vált, újabb csillagok születtek, aszteroidák, üstökösök, bolygók, fekete lyukak, gravitációs hullámok, és az egész kócerál kialakult a semmiből. Hát nem csodálatos, hogy mire képes az emberi elme, hogyha katolikus nevelést kap, és az összes keleti misztikus és spirituális tudományt magába tudja szívni, és ötvözi azt az alkímiával és a mágiával. Ez az utolsó oldal, a nagymesével kapcsolatban is nem fog kínozni senkit tovább, ez a bigbangtheory.com, és ők ugye beszámolnak ilyen-olyan dolgokról, és amikor elérkezünk ahhoz a részhez, ahol arról beszélnek, hogy az általános félreértések ezzel a teóriával kapcsolatban, akkor elmagyarázzak, hogy ez tulajdonképpen nem egy robbanás volt, annak ellenére, hogy az előbbit végig arról olvastunk, hogy az volt. Ők azt mondják, hogy nem az volt, hanem úgy kellene inkább elképzelnünk, mint hogyha egy nagyon apró lufi elkezd kitágulni, és ez a nem létező lufi, mert ugye nem létezett, hanem csak aztán létezett, és utána kezdett el lufi lenni, de mindegy, ez elkezd egyre inkább kitágulni, és a végén akkora lesz, mint a jelenlegi univerzumunk. Ugye a másik dolog az, hogy ez nem másik félreértés szerintük. Ugye most itt gyakorlatilag arról van szó, mint mikor két kisgyerek mondja, hogy én vagyok a sheriff, én meg a rabló, te onnan jössz, aztán utána oda mész, én akkor ezt mondom, meg akkor majd ez lesz, és akkor ott fog jönni majd rugóláb nyuszi serif, meg ezek a történetek. És egyszer csak összevesznek azon, hogy nem onnan jössz, hanem onnan. Ha, ez, nem ezt mondod, meg abba a kezedbe lesz a pisztoly, meg én vagyok meg akkor itt vagyok a lovon, nem a lovon vagy, hanem a földön vagy. Így gyakorlatilag erről van itt is szó. Képzeletben kialakult egy vita. A következőekben pedig azt állítják, hogy nem úgy kell elképzelnünk, hogy egy tűzgolyó az űrben kialakult, mert ez egyáltalán nem lehetett így, hiszen ekkor még nem volt űr. Attól tartok, ez elkerülhetetlen, hogy ezt megmutassam ezzel kapcsolatban. Na de mekkora is volt ez a odaállás? Ugye, mert azt mondjuk, hogy akkora volt a odaállás, mint mondjuk egy vagon. Hát, nagy a vagon, nagy. Na de azért az odaállás mégis. Vagy ha azt mondjuk, hogy akkora volt az a odaállás, mint egy óriási, vajasra kidüllett, baromba puffadt hangár. Hát, az is kicsike. De ha azt mondjuk, hogy akkora volt a odaállás, de ezt már két galaxis közé kell képzelni. Egyik galaxis, a másik is közé. Hogy az mekkora az a óriási, hosszabb alakú világűrszelet, az a kozmikus, gigász, brutyó. Akkora volt az oda. Haladjunk tovább, mert még egy dolgot szeretnék megmutatni. A Big Bang elmélet vajon ez az egyetlen létező modell? Ugye a válasz erre a kérdésre az, hogy nem, ez csak a legnépszerűbb. Ezen kívül számos más elmélet van, ezekben nem fogunk belemenni. Csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy fogalmuk sincs, hogy mi történt, és számos más elmélet is kialakult azon emberek részéről, akinek szintén fogalma nincs arról, hogy miről beszél. Igazából láthattuk, hogy mind a két oldal, a teremtés, illetve a keletkezés is hitet kíván meg az embertől, és én úgy gondolom, hogy ha már hiszünk, akkor miért ne hinnénk az igazságban?
Abban az igazságban, hogy igenis van egy teremtő, és őt érdekli az, hogy mi történik velünk, kialakított egy szabályrendszert annak érdekében, hogy mi képesek legyünk nem csak az életünket leélni úgy, hogy gyümölcsözőek legyünk, hanem az után örökké vele lehetünk. Persze mindenki eldönti magának, hogy ő melyik utat szeretné járni, én csak annyit tudok tenni, hogy bemutatom azt, amit számomra megmutatott Yahuwah. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!